Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Zámbori Soma a mai beszélgető társam. Nagy szeretettel üdvözöllek. Szia! Hello, szia Csaba! Üdvözlöm a hallgatókat én is. És ahogy megszokták a hallgatók, mielőtt belemennénk a szakmába, meg elkezdenénk a múltadról beszélgetni, kezdjük a jelennel, és kezdjük a legaktuálisabb dologgal. Te most jöttél haza Izlandról, ahol te turista voltál, tehát nem dolgozni mentél ki, ugye? Nem. Tipikus turisztikai megmozdulásból mentünk, feleségem, legnagyobb gyermekünk, meg úgy néz ki, hogy a kedvese. Aha. És hát még a vulkánkitörés előtt éppen haza tudtunk jönni, mert másnap tört ki a vulkán, ahogy mi hazajöttünk, igen. Azt hittem, hogy azért mentetek, mert mondjuk ennek híre ment, ki fog törni a vulkán, és akkor ment a katasztrofa turizmus. Nem, egy bucket listet, egy ilyen bakancslista ügyet pipáltunk ki, beragadt egy pár pont így a Covid miatt a repülőtársaságnál, és akkor a nagyfiammal megbeszéltük, hogy menjünk már olyan helyre, ami különleges, de innen a nagy forróságból valahova el, és akkor kitaláltuk, hogy július az már úgyis forró lesz, hát bejött, és na, hova lehetne menni? Izland. És akkor így jött Izland, mondtuk a feleségemnek, ah, jövök én is, na jó, hát akkor te is, és akkor jött a Novának a kedvese, na, akkor béreltünk egy kocsit, és körbejártuk, igen, fantasztikus. Mennyi idő kell Izlandon? Ti mennyi ideig voltatok? Mi 11 napig voltunk, 10 éjszaka, ez úgy elég volt arra, hogy megkerüljük, de kellett kihagyni dolgokat. Benn maradt egy ilyen top 10-es, a világ top 10 hiking túrázó útvonalába benne van egy ilyen felföldi túra útvonal, amit nagyon megcsináltunk volna, de arra kell 3 napot rászállni, az már pont nem fért bele. Lehet-e bármihez hasonlítani? Nem tudom, mennyire jártad körbe eddig a világot, de mondjuk Izland milyen? Olyan, mint... Mint hogyha nem is F földön lennél. Tehát vulkanikus az egész, 100%-osan megújuló energiából látják el magukat. Tehát elmentünk egy geotermikus hőerőműbe, ahol elmagyarázták, hogy miért is tudják fűteni a járdát mindenhol Reykjavikban, ami a legészakabban fekvő főváros a világ. A járdát, hát mi nem tudnak mit csinálni a rengeteg hővel? Tehát jön föl a hő a földből, a forró víz, az túl forró lenne még a fürdőszobákba, tehát azt viszik a generátorokhoz, termelik az áramot, a maradék, itt víz, ott víz kijön, és elviszik 50 kilométerre be a fővárosba, és fűtik a járdát, hogy ne legyen rólapátolás. És ezzel fűtik a lakásokat is, a mindent. A mindent. Tehát, hogy azt láttuk még a kempingekben, mi végig kempingeztük, hogy na, hát itt aztán nem spórolnak a vízzel. Úgy ömlesztették a forró vizet, meg a hideg vizet egy az egyszerű mosogatáshoz is, hogy mondtuk, hogy jaj, de hát otthon mi spórolunk a vízzel, mint az állat. Szóval, hogy ez különleges, hát vadon élő fókák, rénszarvasok, bálnák, tehát, hogy ilyen, de jó, csodavilág. Sehol nem találkoztál egy boilerrel, egy gázkonvektorral? Nem, basszus, nem, képzeld el, nem. Nincs, ami elromoljon. Hát, nincs. Miből élnek ott a gázszerelők? Hát a gázszerelők fogalmam nincs, miből élnek, szerintem ott nem élnek gázszerelők. Ott mondjuk légkondiszerelők élnek, tehát ilyen hőszivattyú fűtők, azok komolyan élnek. Az autó szerelők és karosszériások, tehát szerintem komoly biznisz ott az autóbérlés. Hát a turizmus, tehát nyilván a turizmusból él mindenki. Hány fok van ott most ilyenkor? Ugye a végén egyre melegebb volt, igen. Tehát már volt ilyen 8-10 fok is a végén, de szikrázó napsütés, de a szokatlan az, ugye ott most full világos van, igen. Tehát sunlight végig, és így hajnal 1:30-kor így fölvertük a sátrat, Reykjavik egyik ilyen külső kempingébe, és na menjünk, nézzük meg a várost. Elmentünk, és hol vannak az emberek? Ja, basszus, hát hajnal 1:30 van, de ilyen világos volt, mint most. Ja, mert hogy ilyenkor nyáron nem megy le a nap. Tehát azt hittük, hogy nem megy le, igazából valahol ott fáncorog a horizontnál, aha. De egyszer megvártuk, hogy majd visszajön, de akkor pont annyira felhős volt az ég, igazából majdnem mindig felhős volt az ég, hogy annyira nem tudtuk eldönteni, hogy most len van vagy fönt, de olyan este 11 éjfél körül úgy érződött, hogy ez már mintha szürkület lenne, de hajnal 3-kor kikapcsolták, full világos, igen. És aztán van az az időszak, amikor meg hiába van nappal, akkor is sötét. Azt nem van. Láttuk. Szerintem az kedvez az alkoholizmusnak, tehát hogy egy ilyen jó sötét, így egy ilyen skandináv országban az úgy, hát mit csinálsz, érted? Tehát megfogod, aztán iszol. Emlékszel az Álmatlanság című filmre? Persze. Hát a világos is nagyon kedvezett az alkoholizmusnak is. Tehát, igen. Én nem tud aludni, mit csináljon éjszaka. Hát tehát, igen. Meg a felnőttek 20 éves kortól, tehát ebből a szempontból ez így Amerika, tehát nem 18 éves korúak a felnőttek, hanem 20 évesek. Tehát 20 éves kortól tud mondjuk sört venni a kocsmában. Igen. Milyenek az árak Izlandon?
Mondjuk, ha minden ugyanannyi, ülni... mint itthon, aha, csak mondjuk ez az isk, ez az izlandi korona, ez háromszoros szorzó a forinthoz képest. Tehát ott egy litjó benzin az 1500 forint. Hát most mi az? És vannak távolságok. Hát komoly távolságok. Hát mi ez alatt a 10 nap alatt letekertünk 2300 kilométert. Egy nagyon kis ekofogyasztású gépjárművel szigorúan. De és mennyi lakos van ott? Azt tudom, hogy baromi nagy terület Izland, de nagyon képest... akkora, mint Magyarország. Aha. Majdnem akkora, kicsit talán kisebb, úgy tudom. 300 ezer ember lakik. Ebből 60-70% a fővárosban. Tehát mentünk úgy keleti részen, hogy ki volt téve egy tábla, elhagytuk Fos, vagy tudom, valami ilyesmi település nevű helyet. Csúnyán beszélsz, hanem ez nem csúnyán, mert a Fos izlandul az vízesés. De hát ott sok vízesés volt egymás mellett. Ez volt a vízesések lengye, és ki volt írva, hogy ugye legalább egy ember tudja, hogy te most elhagytad a civilizációt, mert hogy a következő település egyáltalán élő ember az 300 kilométer múlva lesz, és akkor mondtuk, hogy nem áll, hát de. És a kettő között van egy benzinkút, ha esetleg megszorulnál a kis autóddal? Igen, kiírták, ott a lovardás kemping mellett, ahol ránk szakadt ez a kétfokos, egyfokos éjszakai vihar, ott volt mellett, hát benzinkútnak nem nevezném, de töltőállomás lehetőség volt. Igen. Viszont én azt hittem, nem lesz térerő, de ezen a körúton, ami az egyes út, nem autópálya, hanem nevezzük mondjuk itthon egy ilyen harmadrendű főútvonalnak, de tükörsima út, végig térerő. De jó. Nagyon, nagyon komoly. Persze nem volt azért nagyon nagy, de hogy azért H plusz volt. Még egy kis Izland. Hogy na. És mit ettetek? Tehát mit lehet ott enni, és milyen a nagyon haja? Finom tonhalas rist készítettünk magunknak a kempingben. Nem ültetek be ott egy étteremben? Dehogy nem. Fish and chips. A helyi az a bálna, meg eszik még bálnát. Mi két évig esznek bálnát, aha, Izlandon, ott még engedélyezett. Erre minket nem vitt rá a lélek, hogy együnk bálnát. Eszik a nemzeti madarukat is, a lundát sajnos, ez olyan, mintha itthon mondjuk megennénk az egerésztőjövet, vagy nem tudom, valami ilyesmit, vagy szirtisast. Jó, de nekik abból sok van, nem? Sok, de azért nem annyi, hogy most zaválhassák a turistákkal. Birka, az nagyon sok. Hát ettünk ilyen birkát, olyan birkát, aszpikusat. Mondták, hogy ez bárány, én mondtam, hogy ez bizony birka, ez van vagy 8 éves birka, mert olyan fagyús volt. Nem, ez bárány, hát mondom, nekem nem magyarázva el, én magyar vagyok, hogy most mi a bárány meg a birka között a különbség. Ő csak el akarta magyarázni, kiderült, hogy amúgy egy cseh bérmunkás, aki nagyon tudja, hogy mi a birka meg a bárány. Megkérdeztem, hogy ő tudja, amúgy szokott ilyet enni. Nem, csak hogy neki azt kell eladni, hogy ez bárány. Hát milyenek az izlandiak, a helyiek? Fehérek. Tehát még nálam is fehérbőrűbbek, szőkék. Jaj, volt egy nagyon jó sztorim. Megyünk kifelé a repülőn, és elkezd hozzám beszélni egy csávó. De ilyen És hát itt ült mellettem, mondta a halandzsa dumáját, mondtam én is neki, hogy és azt hitte, hogy akkor válaszolok. Hát még mondta tovább, hát én is mondtam a magam hotentottáját. Aztán valahogy ugye a negyedik ilyen replika fordulatnál szerintem leesett neki, hogy én csak furra itt kamuzok, vagy valami nagyon krutyuló nyelvet mondok. Gondolom, akkor megkérdezte, hogy ugye te nem vagy izlandi. Erre azt mondtam, hát németül, hogy nein. Akkor megveregette a hátamat, és röhögött egy nagyot. Tehát szerintem tudják, hogy ezt a nyelvet, ezt beszéli 300 ezer ember, aha, és több nem. Jó fejek. Tehát hogy... nem sértődnek, mert kedvesek. A turistáknak, mert hozzák a pénzt a turisták. Szerintem ők ülnek otthon a vállalkozásukban számolgatva a pénzt, és a bevándorlók azok termelik nekik a csengő iskeket. Igen. Zámbor és Omával beszélgetünk, tényleg most már hazajövünk Izlandról, és rólad fogunk beszélgetni. Nekem Lázár Sanyi nagyon jó barátom volt, ő nem tudom, ismerte, de ő egy nagyon híres hang volt, és játszott azért, az arca is ismert volt, de sokkal ismertebb volt a hangja szerintem, mint az arca, és ő mindig mesélt akkor, amikor valaki azt mondta, hogy szinkron színész. És aztán most én elég sok emberkével beszélgetek, és azt mondják, akik sokat szinkronizálnak, hogy most már van ilyen, hogy valaki színészként főleg szinkronizál, tehát az a dolga, hogy szinkron színész. Te szinkron színésznek tartod magad? Én nem tartom magam semminek se. Én
Hát nyilván diplomás színész vagyok. Ma szerintem a szakmán belül azért az egy kicsit síralmas helyzet, hogy hígul nagyon. A szinkron szakma, a színházi szakma, a színészet, a színművészet, igen. Én szinkronizáló színművésznek tartom magam, ha mondjuk így lehet valamit mondani. Talán lehet, hogy nekem is volt ebben egy kicsi averzión problémám, hogy most engem ne degradáljanak már csak így, hogy szinkron színész csak. Miközben meg egy csomóan onnan ismernek meg. Tehát vásárolok most egy X Barkács áruházban, és csak jaj, beszéljen még, jaj, itt van Amerika kapitány. Tehát, hogy nyilván ez, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem imponál. Nem imponált kevésbé, hogy állandóan, amikor napi sorozatban benne voltam, és arccal, és látták, és nagyon szemét ember voltam, akit játszottam, igen, és hát nyilván a metrón, meg az utcán belém kötöttek, állandóan meg akartak verni, annyira azonosították azt a figurát velem. Jól hoztad. Nem tudom, vagy nem eléggé edukáltuk még a közönséget arra, hogy lehet, ne tudja, igen, azt, hogy itt valójában csak egy játszásról van szó. Hát, hála jó Istennek, dolgozom sokat, meg eleget, meg merem azt mondani, tényleg Istennek hála, hogy tudok válogatni is már munkák között. Nem kell mindent minden áron elvállalnom, mert azért volt olyan, hogy tényleg, ami a csövön kifért, azt akkor én vittem és csináltam és dolgoztam. Most már mások a priorizálások. Minek tartom magam? Hát szerintem ezt megkérdezte pont nem olyan régen a középső gyermekünk, mondta, válogatott sportoló, és akkor kérdezték tőle így válogatott társai, hogy és akkor apukád így mit csinál, hogy úgy, mint a rádiósok, hogy elmegy, és akkor így beszél a mikrofonba egy pár percet, vagy pár órát, és akkor így ennyi. Azt utána megy a dolgára. És mondja, hogy hát nem, mert azért ahhoz, hogy az egyszer jól sikerüljön, azt mennyiszer föl kell venni, ahhoz, hogy az ember úgy tudjon beszélni a mikrofonba, hogy az természetesnek tűnjön, etc. Tehát szerintem van ebben olyan rész, amit nehéz tanítani. Ma ezt sokan próbálják tanítani. Akár próbálnak mögé tenni egy életpálya modellt is, szerintem azt nem tudja. Sem ez a szakma, sem sajnálatos módon a színművész vagy művészi szakma, művészi pálya ma még Magyarországon. Bár bízzunk benne, hogy majd ez lesz másképp. De akkor ez azt jelenti, hogy neked kell a színészeten, a szinkronizáláson kívül még valamivel foglalkozni, aminek nincs köze a művészethez, az egzisztenciát szempontjából? Én hajózom, igen. Mm. Én hajós kapitány vagyok, különben. Aha. Tehát, hogy ez egy ilyen második láb, ha tetszik. Uh-huh. Igen, én skipperként járom a világ tengereit, óceánjait, és vezetek különböző méretű hajókat. Igen. De ez nem azért van, mert ez a hobbid, és nagyon szeretett, hanem hogy ez a hobbiként megélhetés. Hobbiként is tekintek rá, mert hogy a hobbim is a vitorlázás egyben, de nem, ebbe van kőkemény financiális megfontolás is, igen. Na jó, akkor most egy kicsit ezt így bemondtad, hogy válogatott sportoló a gyermek, most ugrunk egyet, meg kicsit kavarodunk az időben is. Jó. De ezt nem tudom kihagyni, ezt a kérdést, hogy na de mit sportol a gyermek? Ő szertornász, és összetett tornász, Zala, és most megy az EIOF-ra, két hét múlva kezdődik. Az EIOF, csak a hallgatók miatt lefordítom, ez Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, tehát ez az Olympic Games, az olimpiai játékoknak, ahova felnőttek, igen, mennek, az úgynevezett belépő kapuja ifjúsági szinten. És ahova szintén ugyanolyan nehéz bekerülni, mint az olimpiára, tehát kvalifikációs. Ugyanúgy kvalifikáció, persze, hát ez egy komoly kvalifikációs rendszer, és az Zala a hármas magyar válogatottnak a tagja. És hány éves most? 17. 17. És mi volt a válogatott? 11 éves kora óta talán, tehát ő már kadét, junior, már mindenféle válogatott. Ő már sok mindent nyert, mert világbajnokság, idén már túl van egy VB-n, döntős volt kétszeren is, tehát hogy elég ügyes, igen. De örökölte tőled, vagy édesanyjától ezt a tehetséget, vagy sokat dolgozott érte, nyilván dolgozni kellett? Testalkatában nem az én alkatomat, és nem is a feleségem Ritus testalkatát örökölte, hanem az apósomét, tehát ő ilyen tipikusan férfi, ez a V-deltoid alkatú férfi ember, katona délceg ember. Kitartásában is messze fölöttünk van szerintem, mint amilyenek mi vagyunk szüleiként. Ő hihetetlenül szorgalmas, és mindig
igyekszik elsőnek ott lenni a tornateremben, és utoljára eljönni, ő még mindig lenyújt, ő még, tehát hogy ő neki nagyon komoly olimpiai motiváció és céljai vannak, és hogyha a jóisten is megadja neki, akkor följuthat a csúcsra, bízunk benne. És milyen szép neve van? Zámbori Zala? Zámbori Zala, igen. Zala. Zala név, ez honnan jött nektek? Onnan jött, hogy az első gyermekünk Doma lett, őt kértük a Tudományos Akadémián, a Nyelvtudományi Intézetben, hogy legyen egy ilyen nevű fiúgyermek. És akkor írtak egy papírt, hogy oké, engedélyezzük. Sok Domát ismerek, de azt nem tudtam, hogy a tietek volt az első. De mert addig a Domák csak becenevek voltak. Igen. De önállósult anyakönyveszhető névként tényleg a mi fiunk az első Doma az országban. Aha. És azt gondoltuk, hogy a második gyermekünk is kapjon ilyen különleges nevet, és akkor mondtuk, hogy Zola legyen, mert az is alliterál a Zámbori, Zámbori Zola. És ugyanez a néni mondta egy a telefonban, hogy nem. De hát nem tetszik emlékezni, hogy hát két évvel ezelőtt milyen egyszerű volt a Doma. Hát tudjuk, és akkor elmagyarázta, és akkor most nem turizmusról, nem férfi utónév edukációról van szó, hogy képzeljétek, meg a hallgatók is képzeljék el, hogy férfi utónevet úgy lehet ma adni, új utónevet a születendő gyermeknek, hol megy kérni, hogy ez a férfi névnek rövidülése kell, hogy legyen. Nem szabad, hogy becenév legyen. Ellentétben női nevekkel, ahol lehet becenév önállósult név, de férfi neveknél nem. Például a Dia, az ugye az is például, becenév. Igen, például. Igen. Illetve a férfiaknál, ami még engedélyezett, az, hogy melléknév. Tehát elmondta ez a hölgy, hogy bizony van olyan Magyarországon, akit rettenthetetlennek hívnak, lehet ilyen nevet is kapni. Fú, de szép lenne, lenne még gyermek. Abaházi rettenthetetlen. Abaházi rettenthetetlen. Igen. Ki mondja meg, mire leírják. Ha, még hogy becézik? Retiket. Na és a Zola, amikor kértük, akkor mondta, hogy nem, egyrészt azért, mert ugye Émil Zola után ő egy író volt, tehát nem lehet meg ez a Zoltánnak a beceneve, és nem a rövidülése. Aha. És ezt csak azt mondta, hogy miért nem lesz Zala? Zala. Hogyha már, mondom, van ilyen név, hogy Zala? Hát van, de ritka. És ez a Zalánnak, képzeld el, még a töve, mert aha, Zala, Zala megye, Zala folyó, stb. Ő egy ispán volt Szent István korában, csak már régen nem hallunk ilyen nevet, csak utána jött ugye Zalán futása, stb. És akkor a Zalán terjedt el, de ő nem Zalán, hanem Zala. Ennyi. Tök jó. És ehhez képest a kislányodnak mi a Maja. Neve? Maja. Ami azért már egy kicsit elterjedt. Kicsit kommerszebb név, viszont nagyon jól alliterál. Doma Zala Maja. Igen. És nem kellett külön kérvényezni, hogy Maja lehessen. Nem. Zámbori Somával beszélgetünk. Nem tudom, te mennyit szoktál hallgatni a Presszóból, nem kötelező, csak elmondom, a hallgatók már tudják, neked mondom főleg, hogy én vissza szoktam menni a Kályháig, hogy honnan indultunk, és hogy értünk el ide. Hogy ki volt az első, aki neked azt mondta, figyelj, neked ez tehetséged van, legyél színész, vagy foglalkozz a hangoddal, szépen beszélsz, jó a hangod, vagy valami olyan foglalkozást válasz majd magadnak felnőtt korban, ami ehhez köthető. Én ilyen versmondó gyerek voltam, tehát én nem készültem erre a színészi pályára, én sportolónak készültem. De hát mi sportoltál? Öttusáztam. Én öttusáztam, csak lesérültem. Ma mindjárt elmondom azt a sztorit is, de hogy tehát én ilyen általános iskolában hetedikesként a nyolcadikosok ballagásán, na itt van ez a jó tanuló gyerek, mondja el a szózatot. Tehát ez volt az első, tudod, makkos cipő, fehér zokni. Tehát így a tipik. De szívesen mondtad? Igen. Aha. Tehát ez volt bennem egy kicsi ilyen exhibíció. És akkor elmentem egy-két versmondó versenyre, és olyan 3-4 év telt el, hogy amatőrként ezeken a Radnóti, József Attila, Vörös Marti, nem tudom, ezeken a nagy Csengeri Dénes versmondó versenyeken elindultam, hellyel közzel jó szerepléssel és jó eredményekkel végeztem, de aztán ez úgy annyiban maradt, mert hát jött inkább a sport, tehát hogy akkor a sport az legyen komolyabban véve, öttusa, hát hirtelen azt sem tudtam, hogy éppen most lovagolni megyek, vagy lőni, vagy nem tudom, tehát szét voltam csúszva rendesen, nagyon sokat kellett edzeni, de lesérültem, és jobb hián nem volt más választási lehetőségem, azt úgy tudtam, hogy na akkor a 2000-es Sydney olimpiai játékoknak annyi, én oda nem fogok tudni kvalifikálni már ifiből föl. Ha nem sérülsz meg, akkor lett volna erre esélyed? Lett volna, igen. Hát most a fene tudja, tehát hogy nem tudom, ha sárga lennék, csilingelnék, én lennék a 4-es-6-os villamos, hát most kvalifikálni mindenkinek van esélye, kérdés, hogy sikerül vagy nem sikerül. Hát igen, tehát azért ott azért erősek vagyunk. Tehát, hogy igen, és akkor még jobban, igen, tehát hogy Martinek alatt, tehát hogy ez egy nagyon erős ifi csapat, és akkor fölkerült oda a Sydney olimpiára, meg utána Athénba is, erős csapataink voltak.
nem voltam a legjobbak között, de úgy azért ott voltam a szinten. Hát meg kellett volna ugrani nyilván, meg mindig az a nehéz ifiből felnőttbe fölugrani. De nagy versenyek után voltunk, és hittem abban, hogy ez lehet egy jó kis karrierna, de lesérültem, és hát egyetlen egy intézmény volt. Abban az időben, ott 97-ben még a művészeti iskolákat ugye nulladikra kellett beírni. És akkor hát tudtam, hogy rajzolni nem tudok, énekelni nem nagyon tudok, de hát a színművészetén mit csinálnak ott? Akkor még élt Oroszlán, akit ismertem, Pintér Tamás, a kaszkadőrünk, aki Isten nyugassza, már egy pár éve meghalt. És ő mondta, hogy hát itt a színművészeti, kérlek szépen, itt lovagolunk, vívunk, azt ennyi, meg lövünk, mert hát harcos filmeket, a Szakra Korona, Honfoglalás, ilyenek forogtak akkor, gyere ide! Mondom, nem tudom, és akkor gipszel, elmentem, elsorost, a második, harmadik, aztán fölvettek. És kérdezték tőlem, hogy még a felvételén, hogy de hát Soma, miért akarsz te színész lenni? Kérdezte Bálint András, megvan a mai napig ez a videó felvétel. És mondtam, hogy hát a matek nem hazudik, hát nézzünk körbe, hány színész van ebben az országban? Hát rengeteg, na de hány olimpikon? Hát az nem olyan sok. Na hát akkor mondom, nagyobb az esélye, hogy színész legyek, mint olimpikon, nem? És lovagolni tudsz, tehát el tudod vállalni azokat a filmeket, ahol esetleg... Igen. Bár most már régen ültem lovon, most már azért 2-3 éve, hogy lovon ültem. Térdem azért, a síelés meg a lovaglás már nehezen bírja a térdem. Akkor meséld el a sérülésed, mi volt a sérülés? Sport közben? Hát sport, igen. Egy olyan futás közben hátranéztem, tudod, ne nézz hátra soha. Igen. Hátranéztem, elestem, lebucskáztam, aztán mentő, műtét, stb. Stb. Hát csúnya. És akkor mondják a kórházba, hogy hát akkor itt most vége a történet. 3 év rehab. Tudod, így érettségi előtt 3 évvel. Tele vitalitással, energiával. És arra egy év készül, múlva ez kvalifikáció, és mondták, hogy 3 évig kus. Tehát azért az nem volt jó. De hogy simán átmentél ezen? Tehát, hogy ez a szomorú időszak volt? Hát ez hát simán nem. Tehát, hogy váltani nem. Kell. Hogy... Haragudtam az egész világra, gyűlöltem mindenkit és mindent körülöttem, és haragudtam, hogy miért velem, miért most, mit tettem én. Kicsit ott szétcsúsztam. Azt hiszem szétcsúsztam. Igen, ott úgy lapáttal össze kellett szedni. Lelki embereknek is, meg találkoztam a ma már feleségem, akkor még nyilván csak jártunk, nem sokkal később, egy fél évvel neki nagyon sokat köszönhetek, hogy újra ember lehettem. Igen. Zámbori Somával beszélgetünk, és az az érdekes, hogy nyilván nagyon sokan vannak, jó, lehet, hogy a nagyon sok az nem jó szó használat, vagy nem jó jelző. Sokan vannak, akik elvégzik a színművészetit, és elkezdenek színészként dolgozni, de nem mindenkiből lesz mondjuk a szinkron stúdiók állandóan szerepeltetett hangja. Van, aki inkább a színházak felé megy, van, aki azt mondja, hogy inkább a filmek felé. Valahogy én ezt érzem, de lehet, hogy aztán tévedek, hogy mintha te inkább a szinkron felé mentél volna. Ez már elindult a tanulmányaid alatt, vagy ez hogy alakult így, hogy te a szinkronban jobban foglalkoztatott vagy, vagy többet vagy foglalkoztatva, mint mondjuk a színházakban? A saját döntés, vagy... Ennek is volt financiális döntése, de valójában, amikor én a színművészetire jártam, és ott én másodikba halasztottam, családi okok miatt, akkor nagyon kellett pénzt keresnem. És én Rátóti Zoli barátomat fölhívtam, hogy segítsen, mi földik vagyunk, Ceglédien szólnak ki, hogy hát, szia Zoli, itt vagyok, jegyben járunk a Litussal, valahogy nagyon kéne mégiscsak szakma körül, nem tudom, rádióztam Szolnokon, meg volt mindenféle, és Juventus, tehát sok minden előfordult, bár az kicsit később volt, és mondja, hogy figyelj, szinkron, de hát főiskolásokat még nem nagyon szoktak, de hát már mondom, én most ráérek, mert fél év laufon van, majd csak utána megyek vissza, és beültem Aprics Laci szinkron rendező barátom mellé a stúdióba, csak hátulra 2 hétig. Mondta, hogy mit akarsz? Mondom, meg akarom tanulni. Gyere, ülj le! És látta, hogy másnap is ott ülök, harmadnap is ott ülök, negyednap is, és tényleg a hétfőn kezdtük, és a második hét szerdán csütörtökén azt mondta, hogy te nagyon kitartó vagy. Mondom, ezt meg akarom tanulni, de hát mert csak odamész a mikrofonhoz és belebeszél. Mondom, 2 hetet beszéltünk, akkor hadd üljek még itt 2 hetet hideg élelemmel hátul. Kiket láttál, vagy kiket hallottál? Hát a legnagyobbakat, tehát hogy a legnagyobbakat, akkor még Darvas Iván is, meg Besenyei Feri bácsi, tehát érted, a mogulok, akik ott így beérkeztek a Pannonia stúdióba. Szóval, hogy hát igen, hát azokat
a színészeket, akikre egy csodaként így fölnéztünk, mert ismertük, láttuk őket a tévéből. És akkor a rákövetkező héten mondta, gyere, állj már ide, kipróbáljuk, hogy, és akkor megszólaltam, és utána átadott egy másik szinkronrendezőnek, hogy próbáljanak ki, és nem is sokkal később már a Playboynak az alapítóját, aki Hugh Hefner, egy róla szóló ilyen önéletrajzi filmben alakíthattam. Hát utána visszamentem a színművészetire, akkor csomót nem tudtam szinkronizálni, de amikor elvégeztem, akkor már úgy jöttem ki, hogy végül is valami gyakorlatom van. Mm-hmm. Tehát nekem nem kellett, azt hiszem, akkora nagy kört futni, ugyanúgy tömegeztem, meg így nulláról indulva, de hát tudták, hogy már rám bízhatnak nagyobb szerepeket is. Meg szerintem az a különleges, hogy szerintem az én hangomban semmi különleges nincs. Tehát, hogy nincs benne semmi egyedi, vagy semmi ilyen nagyon fölismerhető, hanem jól modulálható a hőszerelmestől a világ megmentő hősig is. Igen, tehát, hogy széles igen. Ennek a lágia, és nem valamilyen nagyon speckó hangom van, amivel tudjuk, hogy most mire hát csak valami ilyesmi karakterre lehet használni. Ez lehet talán az oka. Hát szerintem a szordalom, a kitartás. Az, hogy szépen beszélsz, az is fontos, de azt már nem kellett külön tanulni. Mondjuk ez tény, magaddal, tehát hogy te nem? is mikrofonba beszélsz sokat, tehát tudod, hogy a mikrofon azért felhozza a beszédhibát, ez tény. Igen. Tehát, hogy a színművészetiről nem feltétlenül beszédhiba mentes színészek kerülnek ki. Nem azért, mert nem jók a tanárok, hanem azért, mert vannak még javíthatatlan, vagy már javíthatatlan beszédhibák. Igen. Ez nekem szerintem egy nagy áldás, hogy anyukámék tényleg felvágatták a nyelvemet így 2-3 éves koromban, mert madár nyelvem volt, nem tudtam kinyújtani. Tehát pörög a nyelvem, tudok beszélni, nem tudom, légzéstechnika. Szóval azért szerintem évfolyamonként 1-2-3 ember mindig kikerül, aki többet mocorog a szinkronban. Utána meg szerintem a jó szerencse, vagy bármi, tehát hogy ugyanúgy castingokon részt veszünk, és utána összehasonlítják a külföldi szereplőknek az eredeti hangját a magyar hanghoz. Ez fontos. Oda. Mert mindenki más mond, vagy hát nem mindenki mond más, de azért sokszor azt mondják, hogy az is számít, vagy szám volt már olyan, számított, hogy hasonlított külsőleg. Szerintem a dinamika, a külsőleg is igen. Tehát igen. Most azt én azért most oké, Ryan Gosling hangja vagyok, de azért én nem akarok olyan szerénytelen lenni, hogy magamat külsőleg olyan kockahasúba hasonlítsam, mint a Ryan kolléga. De mondhatod, de hogy... eset, kinek mutogattad eddig a kockahasát? Mondd azt, hogy ugyanolyan kockahasat. Hát egy nagy kocka van rajta, igen. Nem kérdezni hány. Szóval nem tudom, biztos ez is számít, de mint ahogy már fekete bőrű férfinak, meg sárga bőrű férfinak, ugyanúgy voltam már sok mindenkinek hangja. Én... Van kedvenc? Van olyan, akit mondjuk jobban szeretsz szinkronizálni? Én Ryan Goslingot nagyon szeretem. Szerintem egy jó színész. De ezért, mert jó színész? Jó színész. Mm-hmm. Ő mindig meglep. Jó színész. Jó színész. Chris Evans szerintem nem annyira jó színész. Nagyon szépen fölfújták, és hogy tényleg kitesiszte magát, meg tudja menteni a világot. meg tudja menteni a világot, ami fontos. De a filmeken. De csak filmekben, igen. Láttam, meg szinkronizáltam őt kevésbé ilyen heroikus filmekben. Hát ott azért eldőlt, hogy az én ízlésem szerintem a Ryan Gosling jobb színész nála, mint a Chris Evans, de hozzáteszem, mielőtt még ebből bármi sértődés lenne, mert majd eljut hozzá, és hallgatja magyarul a mi megegésünket, és majd meg fogja érteni. Kopogtatni, de hogy hello, mit mondott itt az ámbari? Szóval ez az én véleményem. Oké, de én mindig azt gondolom, de én teljesen kívülálló vagyok, és laikus, és azt gondolom, hogy egy rossz színésznek sokkal nagyobb szüksége van egy jó színész magyar hangjára. Szerintem is így van. Tehát, hogy az egy jó föl feladat. Tudjuk javítani, szerintem föl tudjuk javítani a kollégákat, de el is tudjuk rontani. És erre van mostanában nagyobb példa, amit az elején mondtál, hogy azért hígul a szakma. Méltányos pénzt kialkudni forgalmazóktól, stúdióktól, hogy ez egy megbecsült szakma legyen. És... tényleg nem akarok panaszkodni, viszont de azért vannak olyan szakmák, amiket, hogyha lebontunk óradíjra, azért jóval többet lehet vele keresni. Akár művészként is. Szerintem, mint ahogy el lehet rontani egy filmet, de föl is lehet javítani a szinkronnal. De hát ez oly sok minden szereposztáson múlik, zenén múlik, az adott hangulaton múlik azon is, hogy dolgoztam már úgy rendező kollégával, hogy elkezdtük a filmet venni, és így
mind a ketten éreztük, hogy ez most nagyon nem az. Valami új színész volt, akit szinkronizáltam, hogy én is éreztem belőle, annyira nem megy, nem az én figurám, nem tudom hozni, nem... Ebédszünet, és mondtam a rendezőnek, hogy hát figyelj, én úgy érzem, hogy ez annyira, hát ő is úgy érzi. Hát akkor most mit csináljunk? Hát nem tudjuk, jó, hát akkor hát valamit csináljunk. És akkor meg tudtuk beszélni akkor még a stúdióvezetéssel, hogy akkor ezt most itt abba adjuk. Hogy akkor ne, akkor tényleg. És akkor ő bevallotta utána, hogy képzeld el, igen, bevallotta, mert mindig az szokott lenni, tudod, mondjuk szerepot oszta rendező, hogy priorizált második, harmadik. Aha. És akkor ezen az 1-2-3-as listán, most itt a főbb szerepekről beszélek, meg amik nincsenek castingolva, ott hát lehet, hogy éppen nem ér rá, nincs itthon, dolgozik, forgat. Pont aznap nem ér rá. Úgyhogy pont azt a filmet, de nem mondom, hogy melyik film, mert akkor kiakadnak a hallgatók, de újra vették. Azzal a kollégával, aki amúgy az első helyen volt annó a rendező elképzelésében, csak aznap nem ért rá. Na de 3 nap múlva fölvették vele. Ilyen is volt már. Zámbor és Omával beszélgetünk, nem fogunk mindig vagy folyamatosan a szinkronról beszélgetni, csak van 2 olyan film, ami számomra meghatározó volt, és mind a kettőben szerepelsz, úgyhogy a feleségem kedvéért ezt az egy mondatot mondd el nekem, légy szíves itt ebben a riportban, hogy FBI dobja el a fegyvert. Gyilkos elmék. Igen, hát Képzeld, ha van sorozat, aminek minden részét láttam. De most ez a gyilkos elmék, vagy a SWAT? Melyik ez a gyilkos elmék. Gyilkos elmék. Tehát a feleségem nagy gyilkos elmék rajongó, már 26-szor látta az összes csatornán, ami eddig vetítették, plusz aztán, amikor felkerült a stream. Igen. És hát rosszul. De ilyen fekás, mélyebb hangon beszél ez a srác. Igen. Morgan. Morgan ügynök. Derek Morgan. Hol beszél itt? Beszélem. Én is FBI! Meg... Dobja el a fegyvert! Eddig, ahogy beszéltél, nekem megvolt véletlen. Nem, ő mélyebben van. A másik egyébként Alex az oroszlánnak, kicsik voltak a gyerekeim. Igen. Madagaszkár rajongók voltak, igen. Így aztán én is. És azt is nagyon szeretem. Párszor hallgattátok, akkor néztétek, jaj, már megint, igen. Azt pont meséltem az én pultos lányomnak, Andreának, hogy a hétvégén dolgozgattam a kertben, és nekünk van a kertben egy úgynevezett szaletli, vidékiként ismered ezt a szót. Hogy ne ismerném, most építjük a kertben. És oda beszélhetünk egy tévét, hogy amikor meccset nézünk, akkor ne zavarjuk szaletli a család. Szaletlibe tévét? Érzeld el. Nézd. Hát és akkor néha összeülünk meccset nézni. Na mindegy, és akkor dolgozgattam, leültem, bekapcsoltam a tévét, hogy mi megy, és éppen ment a Madagaszkár. Na. Így felnőttként, 53 évesen nem voltak már mellettem a gyerekek, és már amúgy is nagyok, de azért csak megnéztem. Hát, az egy nagyon jól sikerült rajzfilm sorozat szerintem. Az egy jól sikerült. És szeretem Alex figuráját. Na, hogyha animációt kérdeztél volna, mert hogy műsoron kívül megkérdezted, hogyha animációs figurával kell azonosulni, na Alex, tehát ő a szangvinikusságával, hogy ilyen szangvinikus, kolerikus, furcsa, ilyen óriási amplitúdon élő figura, na ott szerintem, mert hogy az az érdekes például, hogy az eredeti hangja különben a rajzfilmben Ben Stiller. Viszont Ben Stillernek nem én vagyok a hangja itthon Magyarországon. És Kálói Molnár Peti, kollégám. És Kálói Molnár Petivel ketten ilyen versenyfutás volt ott a castingban, hogy olyan valami, olyasmi fiatalabb hangot hozhatott szerintem Ben Stiller a Madagaszkárban Alexra, hogy engem választottak. Hogy te jobban passzoltál hozzá. Valami miatt, nem tudom. De minden tiszteltem és elismerésem Kálói Molnár Peti, mert hogy fantasztikus kollégának tartom, és nagyon tehetségesnek. Néhány perccel ezelőtt mondtad, hogy hál' Istennek megvan a lehetőséget, hogy válogathatsz a munkák között. Ez mit jelent, hogyha egy olyan film jön szembe, amit te nem szeretsz, vagy éppen nem érsz rá, vagy mitől függ az, hogy mire mondasz nemet, és mire mondasz igent? Nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy mondjuk... Igen, mondjuk mondok egy példát, hogy mondjuk hogy adtam vissza valamit. Mondjuk hangalámondás volt. Egy olyan hangalámondás anyag volt, én egy hívő ember vagyok, és ezt páran tudják is rólam, de nem írom ki a homlokomra, de megkeresett egy stúdió, hogy ó, gyere ide, Soma, léci, jó lenne, ha te narrálnád ennek a külföldről jött társaságnak a filmet, Istenről szól, gyere. Elmentem, elkezdtük csinálni, nem kaptam előre szöveget, mondom, nem lesz annyira bonyolult. Elkezdtem olvasni, és valami gyanús volt nekem benne, és hát kiderült, hogy ez csak a magát, és nem fogom kimondani az egyháznak a nevét, mert nem akarok rossz fényt vetni rá, értem. De magát
sok esetben sokszor keresztény oldalról próbálja meg valahogy megközelíteni, de még sincs benne a megváltás és a kegyelem és az evangélium, hanem valami űrből jöttünk, nem tudom, furcsa akármi lesz a végeredmény. Ez ugye a közepénél nekem gyanús volt, és mondtam, hogy hát ez nekem nem egyezik a hitemmel, úgyhogy ezt én nem szeretném. Ez az egyik. De ilyenkor már még a hangodat sem adott hozzá? Nem, az olyan volt, hogy nem, hogy ahhoz abszolút nem. De például mondjuk van ilyen, hogy bár mondjuk pornót már nem nagyon szoktak szinkronizálni, de azért még hébe-hóba előfordul, na azt abszolút nem. Tehát emberkereskedelem ellenesek vagyunk, feleségemmel ott önkénteskedünk, tehát hogy így nem. Tehát, azt hogy tudom, hogy horrort például nem válasz, tehát horrort sem, mert nem szeretem magát a horror műfaj. Néha persze van, hogy olyan thrilleres, nem tudom, fura elvont film, de akkor is mondom, hogy biztos, hogy én meg nem biztos, hogy kéne ezt folytatni. És ha mondjuk a kedvenc színészed Ryan Gosling szerepelne egy ilyen filmben, és azt mondanánk, de hát te vagy a magyar hangja, hát most váltsunk. De egyrészt bízom benne, hogy nem fog ilyenben szerepelni. Másrészt lehetséges, akkor igen. És azt mondom, hogy nem. Mm. Uh-huh. Igen. Vagy hát nem tudom, annyi mindenféle volt, hogy vagy a könyv nem tetszett filmben, színházban éreztem, hogy forgatókönyv, igen, vagy az a darab, vagy az az átírás, vagy időben nehéz volt egyeztetni, vagy azt mondtam, tehát én akkor lettem szabadúszó 10 évvel ezelőtt, amikor még nem született meg a 11 évvel ezelőtt, nem született meg a harmadik gyermekünk, viszont így rájöttem, hogy olyan iszonyatos sokat vagyok ott a színházban, hogy én minden estét, este 7-kor fölment a függöny, 9:30-10 előadás vége, bizonyos rendező még átrendezte másnapra az előadást, és akkor hazakeveredtem éjfélkor, másnap hajnal rádiózás, kezdés, szinkron, próba, forgatás, rádió, és így kiderült. És elmentek évek. Elmentek évek, a gyerekeim az avatáromat ismerték, és akkor így mondtam, hogy ez így annyira nem pálya, hogy én színészként nem én vagyok este a mesélő otthon, hanem a feleségem. Na ez egy akkora gyomros volt nekem, hogy a fiúk állandóan ritust kérték, hogy de mes, anya, hát apa, te... Hm. És tudod, amikor az van, hogy jaj, most itt van egy hétfőm, egy felszabadult hétfőm, mert mondjuk nincs próba, meg nem kell, nem tudom mit csinálni, gyertek gyerekek, menjünk valahol iskolából ki, mentünk a játszótérre, és persze mindenki azt hitte, hogy jaj, de jó fej apuka ez, aki itt van hétfőn, délelőtt 11-kor a gyerekeivel a játszótér, a gyerekeim nem értették, hogy apa, mit akarsz itt? Hát most mondtam, hogy de, most érek rá, most legyünk együtt. Szóval hogy ennek így véget kellett szakajtani. És ez csak radikálisan lehetett, hogy behúztam a kéziféket. És erre volt lehetőséged? Nem féltél attól, hogy nem. Hogyha nemet mondasz, akkor vagy ők is nemet mondanak, amikor... De cidri volt. Na, hát elkezdtem hajózni, elkezdtem egy másik lábat megtalálni, és de akkor... A hajónál sem tudsz este mesét mondani a gyereknek. Hát nem, de ott mondjuk... Tengereken szered a habokat. Ez így van, de mondjuk lehet, hogy akkor egy hétig oda vagyok, viszont itt vagyok 3 hetet. Aha, tehát hogy azért ennek... Vagy akkor velük. Aha. Igen. Meg az esték. Tehát hogy az nem mindegy, hogy az esték. Hát ők is élik az életüket, reggel elmennek iskolába, majd hazajönnek délután, akármikor, kora este edzésről. Kérdés, hogy ott vagyok, vagy nem vagyok ott. És a szinkronban például ilyen van, hogy időbeosztás? Például a szinkronban, igen, ott az normális időbeosztás. Ha. Tehát ott azért az reggel 8-kor, 8:30-kor kezdődik, és 6-7-8 a vége. Tehát azt inkább a családos választó emberek választják jobban. Hát bocs, hogy 8-ra hívtunk mi most egy ilyen beszélgetésre, de talán már nem kell mesélni. Hát ne viccelj. Meg hát most egy hónapban egy estét, nem? Mert most annyit voltunk süvefővel együtt, hogy nem is baj, egy kicsit nem vagyok ott. Örülnek, tudod? Nincs itt a macska, cincognak az egerek. Zámbori Somával beszélgetünk. Én sejtettem, hogy illetve terveztem, hogy nem fogjuk kikerülni a te Isten hitedet a beszélgetésből. És nem azért, mert te ezt erőlteted, én olvastam egy-két riportot veled, viszont engem az érdekel, hogy mit változtatott ez rajtad, hiszen azt tudom, hogy nem feltétlenül gyerekkorodból hozott, hanem te felnőttként tértél meg. Mi változott az életedben? Tehát Zámbori Soma mennyit változott ahhoz képest a megtérés előtti Zámbori Soma és a megtérés utáni Zámbori Soma, miben különbözik? Jaj, nagyon sok mindenben. Hogyha én nem találtam volna Istenre, akkor szerintem én valahol most így... drogosként is már lehet, hogy régen már valahol végeztem volna. Vagy elvonom, vagy valami híd alatt. Ez az egyik. Ennyire mélyen voltál? Hát elég mélyen.
De nem voltam még függő, de egy olyan úton haladtam, hogy könnyen azzá válhattam volna. Ez az egyik. A másik szerintem biztos, hogy nem élnék házasságban, és nem lenne három gyermekünk. Nem tudnék szerintem az igenemmel igent, a nememmel pedig nemet képviselni. Szerintem nem becsülném annyira a szüleimet, amennyire megtanultam őket becsülni és tisztelni idővel. Szerintem hát mi történne még? Nem történnének velem olyan csodák, amikre ma már tudom, hogy ezek nem csodák, hanem olyan áldások, olyan odafigyelések, olyan kegyelmi pillanatok, amikre másképp világlok föl. Ezekre a boldogság morzsákra. És mit gondolsz, hogy nem volt korábban is jelen a te életedben, Isten, csak mondjuk nem vetted észre? Dehogy nem, mert el volt. De én szerintem másban. De én érdekes varga betűket írtam ahhoz, hogy eljussak Jézushoz és az ő engesztelő áldozatához, hogy ezt megértsem. De Istennek nagyon komoly humorérzéke volt mindig is, és ilyen érdekesen terelgetett és tartott, vagy pofozgatott vissza mindig az útra. Hát kb. Ezt tudom még mondani, azt tudom mondani, hogy ténylegesen olyan projektekben benne tudok lenni, ami, szeretem ezt a szót, hogy kultúrevangelizáció. Ez jelentsen bármit, vagy jelentsen mindent, de nekem ez azt jelenti, hogy a talentumomnál fogva, a különböző ajándékaimnál fogva, amiket kaptam, tudom egy emelkedettebb kulturált szinten közvetíteni az evangéliumot. Hogy álltak hozzá a kollégák, ismerősök, családtagok? Nyilván te is hallottál már korábban olyan sztorikat, hogy a megtért családtagoktól elfordultak, összevesztek, megszűntek barátságok, családok mentek szét, kollégák váltak ellenségekké azért, mert már nem értettek egyet egy valamiben, például a vallásban, a hitben. A feleségemmel ez könnyű volt, tehát hogy nem volt kérdés, hogy nem megyünk szét, mert együtt jutottunk hitre. Tehát mi együtt is kezdtünk el épülni ebben, és erre építettük a házasságunkat is. Haraggal azt gondolom, hogy nem vagyok egyetlen egy kollégámmal sem. Nem vagyok olyan helyzetben. Amit átéltem, még az a színművészetén volt, ott megtértem, és el is kezdtem a teológiát tanulni, hogy én akkor így szerte szana így el akartam vinni Márk evangéliuma alapján, így be az evangéliumot, így be a színházba, a filmbe. Hát ott visszapattantam, mint a pingpong. Én erről mindenkit meg szeretné volna téríteni. Vagy elmondani legalább az örömhírt. Hát nem megtéríteni, igen. Mert nem akartam én hittérítő lenni, meg nem is vagyok az. De hogy így elmondani egyáltalán, hogy ők is lássák meg ebben az örömöt. És hát nem tudtam még a nyelvét, hogy ezt hogy is lehet meg jól közölni. Ebből talán voltak konfliktusaim. De nem mélyek, meg nem olyan haragványos, mélytejesen, niszaposan ilyen ledöngölő dolgok. Ma pedig odafordult az egész kocka, hogy azért vannak olyan projektek, ahova be tudok a Biblia magyarázatával, a dramatizált Bibliával, most úgy néz ki, hogy a Chosen sorozatot le tudjuk szinkronizálni, és be tudok hívni olyan kollégákat, akiket munkafrontján be tudok hívni egy közvetett Biblia tanulmányozásba, hogy értsd ezt jól. Értem. Tehát például a dramatizált Bibliát, amikor visszük és föllépünk, akkor a kollégák tényleg tudják azt mondani, hogy azt, hogy én eddig azt gondoltam, hogy hívő vagyok, de hát hogy mégse, hogy a Bibliában ez is benne van, de jó. És ilyenkor melengeti a szívemet az, hogy de jó, hogy tudunk erről is beszélni. Ezt a dramatizált Bibliát egy kicsit fejtsd ki, hogy ez mit jelent? Mert ez mit jelent? Nagyon sok könyvnek van hangos könyv változata, nagyon sok könyvnek mutatnak be, tehát a filmen, színházban, stb. Hát igen, ilyen Biblia. Arany Tamás barátommal és Háda János barátommal, színművészek, rájöttünk 2 évvel ezelőtt, még így a Covid utózengéjében, hogy nincs olyan Biblia feldolgozás magyarul,
a piacon, amely mint egy rádiójátékszerűen a szereplők külön-külön hangokon, színészek hangján és színjátszásában szólalnak meg, de kvázi olyan, mint egy hangos könyv, mert hogy eredetiben olvassuk fel a szöveget. És akkor utána néztünk, kiderült, hogy ilyen nincs, tehát akkor azt mondtuk, hogy miért ne legyen. És elkezdtük, és a protestáns, a Biblia Társulat fordításában lévő protestáns fordít verziót, azt elkészítettük a négy evangéliumot, utána megcsináltuk a katolikus verziót is, ezzel járunk fesztiválról fesztiválra, programra, föllépünk iskolákba, nem tudom, koncert előtti élményként, koncert utáni élményként. Képzeld el úgy, mintha egy biztos a klasszikból emlékeznek a hallgatók is, voltak rádiójátékok, fölveti, álltak kint a színészek, hatan a mikrofonnál, és akkor rádiójáték, rádió kabaré. A végén már csak kabaré volt, vagy még talán ma is van kabaré, de hogy a rádiójáték az, hogy tehát nem csak úgy vették föl, mint most itt a stúdióban mi, hanem ténylegesen ott zörejeztek, zenéltek, adták alá az atmoszférát, különböző más művészek is. Na és ez egy ilyen. És akkor elvisszük a Passió sztorit, elvisszük a teremtést, elvisszük a bűnbeesést, egy páli levelet, stb. Mikor milyen tematikát építünk föl. És az elérhető dramatizáltbiblia.hu oldalon mindenki számára ingyenesen, úgyhogy lehet hallgatni. Ez neked nagyobb boldogság, mint bármi mást játszani? Fú! Nagyon sok mindent eljátszottam, és rájöttem, hogy a saját egomból kifolyólag még biztos lenne olyan szerep, amit eljátszanék. Biztos Magbetet eljátszanám még. Eljátszanék még egy félkegyelműt, Dostoyevskytől. Tehát, hogy lennének olyan szerepek, amikre azt mondom, hogy na, ez ugye a színészet sova borsa, színpadom. De ez az egómról szól. Az, hogy az igével változatlanul, mindenféle változtatás nélkül pőrén, tisztán tudunk szólni, és tényleg több érzékre egyszerre hatva, de úgy, hogy a belső film az itt a hallgatónak és a nézőnek a fejében szülessen meg, és ne didaktikusan valamit elébe tegyünk, hanem mint a régi mesékből, amikor édesanyáink meséltek, és megszületett, elképzeltük azokat a szörnyeket, kígyókat, bármi jó lényeket. Fontos, nagyon fontos. Ha azt lehet mondani, hogy fontosabb, igen, fontosabb, kimerem jelenteni. Igen. Zámbori Somával beszélgetünk, szeretem, hogy ennyire őszinte vagy, meg szeretem, hogy ennyire mélyre mentünk, viszont mivel említetted a hajózást, engem nagyon érdekel. Hajózol? Pont ezért, mert nem. Aha. De nagyon imádom a vizet, imádom a tengert, és én például most Horvátországban, te Izlandon, én Horvátországban nyaraltam, és elvittem a családot egy olyan kirándulásra, hogy lássunk szabadon úszó delfineket. És láttatok? Mert hogy ezt ígérték, és azt gondoltam, tudod, ilyen turista mágnes, fézest be az euródat, aztán majd oda viszont, hát nem láttunk delfint, elnézést kérünk. És nem, hogy egyet, hanem legalább egy ilyen öt delfin családot láttunk kis delfinekkel, 15-20 delfin. Merre voltatok? Rovin, igen. És hiszek benne, hogy tényleg szabadon úszó delfinek ezek, tehát, hogy abszolút, ott összeterelték őket, tehát, hogy na, mindegy, ez egy nagy élmény volt. És ültem a hajón, és azt mondtam, hogy de jó lenne most csak úgy menni. Egészen addig, amíg nem látom már a szárazföldet. Igen. Kicsit félelmetes is, de az. Közben vágyom rá. Neked ez nem félelmetes, hogy úgy nekimész úgy a tengernek, hogy tényleg nem látsz se jobbra, se balra, se hátad mögött, se elő, sehol nem látsz száraz földet? Én tisztelem a tengert, azt gondolom. Tehát, hogy nagy sztorizó tengerészt kocsmában látni nem nagyon lehet. Mert vagy hazudik, vagy... Igen, nincs más. Igen. Szóval igazából szerintem respekt a tenger felé, mert fölül a víz az úr. Igen. Van benne egy óriási varázslat, egy ahogy a horizont összeforra a víznek a szintjén az éggel. Tényleg olyan mesebeli. Tehát én kevés helyen érzem annyira Isten közelségét, mint például hajón és nyílt vizen. Mert hogy igen, és a hajózás, mi hajósok azt mondjuk, hogy a hajózás ott kezdődik, amikor fogjátok és eldobjátok a farkötelet. A farkötél az, ami hátul van megkötve a hajó. Mert onnantól van az, hogy na ezt így
akkor elengedtük, és irány. És ugye azt kevesen tudják, hogy amúgy ez egy óriási szabadság. Tehát, hogyha az ember kilép, például egy vámkikötő, tehát egy olyan kikötőkapitányság van, ami határ átkelő hely, mondjuk ott Közép-Adrián Zadarban van, igen, onnantól, hát persze meg kell adni, hogy mi a terved, hogy mi a következő kikötési belépésed, de változott a terv, változott a terv. Onnan akár kikötés nélkül elmehetsz Amerikáig, vagy Ausztráliáig, hogyha akarsz. Elmehetsz úgy Amerikáig, hogy ki van jelölve ott az út, hogy merre mehetsz, hova fordulhatsz. Hát vannak a térkép, tehát nyilván a különböző jelölések vannak, aha, meg főleg nagyhajó forgalmi helyeken azért megvannak ezek, aha, a forgalmi útvonalak, de a vízen, nyílt vízen, arra viszont, mert akarsz. Hát kerüld el az átanyokat, ezt, igen, nem. Hát meg a nagyobb, igen, hajókat. Meg a kisebb. Nem minden hajót, igen. Meg a bálnákat. Tehát hogy azért sok mindent el kell kerülni, de óriási szabadság. Tehát én igazából túrahajós, meg túraélmény vitorlázásokat viszünk, és én ott hajózom többnyire. Na de várjál, te vagy a kapitány. Tehát én, aki mondjuk utasként ott lennék, turistaként, én vagyok az, aki ezt élvezem. Igen. Te dolgozol. Majdnem, hogy megszakadsz azért, hogy én jól érezzem magam. Hát azért megszakadni nem szakadom meg. Nem szakadok meg. Ez, tudod, ez olyan, hogy amíg a kapitányt nyugodtnak látjuk, uh-huh, addig valószínű az utasok is nyugodtak maradnak. Szóval van egy erős pszichológiája is ennek a hajózásnak. Föl szokott merülni még az a mondat, hogy na de mikor reffeljünk? A reffelés az azt jelenti, hogy csökkentsünk a vitorla felületen, mert már nagy a szél. Uh-huh. Ha már fölmerül a gondolat, akkor érdemes ezt elvégezni. Ez már inkább a túra irány, és nem a racing, nem a verseny irány. Való igaz, hogy ez egy együttes élvezet, tehát az utasok is, meg nyilván a hajós is. Én ezért, bár dolgoztam úgy is, hogy a kompon dolgoztam, és ott kapitánykodtam, és Szicília és Málta között is voltak hetek, amikor dolgoztam, hát egy hónap után halálra untam magam, hogy ugyanazon az útvonalon, igen, kell mindig menni. Tehát, hogy én szeretek új utakat, új szigeteket, öblöket, stb. Igen. Igen. Hát ezek inkább ilyen challenge-ek, vagy ilyen felfedezések. Meg hát tematikus utak. Tehát ott azokon a beszélgetéseken, vagy mert buvárkodunk, vagy mert pecázunk, vagy mert ma a Pál apostol utakon éppen a Bibliának valamilyen részét, mint egy ilyen alternatív bibliaiskola, pont azt vesszük, ami házaspároknak szól, gyereknevelésről, a bűnről, a 10 bűnről, és ez egy nagyon érdekes dolog. Például a Pál utakon, képzeld el, úgy szoktunk mindig indulni, hogy ez teljesen ökumenikus, jöhet hívő, nem hívő, igen, bárki, és az első este az, hogy kiteszek egy kenyeret az asztalra. Egy akkora kenyeret az asztalra, amekkora elég az összes embernek, aki a hajón van. De azt, és ugye ezzel... De azt viszed otthonról, hozod ott, hát ott sütitek? Hát igen, ennek, aha, megvan, még lelogisztikázzuk, igen, hát, hogy legyen meg. Hát most ez 20 emberre, de nyilván, tehát hogy ezek ilyen 15-20-30 ember... Hát kisütöttek, honnan van a kenyér? Hát most lehet... Van-e benne gluténben? Na, de pont ezek a beszélgetők, is van benne glutén, vagy nem tök minden. Mi lenne, ha ez lenne az utolsó kenyér? Akkor tényleg azzal foglalkozna, hogy gluténérzékeny van, vagy nem. Meg most akkor kovásztalan, kovászos kenyér. Na és hogy, és kiszeli meg? Vagy kinek mik a hagyomány? Na így indul például, de pont jó, egy út, hogy na kenyér, mit kezdünk? Víz van körülöttünk, meg kenyér. Ebből a kettőből már el lehet érdegélni az életünk végéig. Ahogy meséltél erről, eszembe jutott gyerekkorom egy másik élménye, az Onedin család, amit mi Onedinnek hívtuk. Egyik kedvencem. Hát jó, de te 10 évvel majdnem fiatalabb vagy, mint én. 9-el. 9-el, na de hát. Én szerintem még nem voltam 9, amikor az Onedin családot vetítették. Hát jó, de hát azért később is leadták. Hát most... Na de hát akkor meg teljesen, tehát abban a filmben a hajókázás teljesen más volt, tehát abban más, a korban. Nyilván. De amit nyilván most elmesélsz, az egy kicsit ilyen, nem tudom, hogy például ezeken a vitorlásokon van-e motor. Na van, persze. Az esetre, van, ha nincs szél. Vagy hát kideállásoknál segítség, nincs szél, akkor egy kicsit rásegít, igen, tehát akkor lehet menni, vagy pont arra kell menni, ahonnan fúj a szél, akkor nyilván motorral megyünk. Viharba kerülsz? Megmutatod az utasoknak, hogy milyen az, amikor háborog a tenger? Attól függ, hogy milyen legénység van fönt, vagy milyen utasok vannak. Tehát, hogyha nagyon kisebb gyerekek vannak, meg már vannak fönt gyomrosabbak, akiknél a 2-es, 3-as tenger is ez a... Mindegy, tehát ez a skálán, van egy skála, amivel skálázzuk a hullámoknak a nagyságát. Tehát aki már 2-es, 3-as tengernél is rosszul van, és inkább a rókicát szeretné kitenni, azon már nyilván 4-es, 5-ös tengerre már nem megyünk ki.
úgy dől a hajó, azt se szereti, szóval, hogy mérlegelünk, maradtam én már bent napokig is kikötőben. És akkor ott kártyáztunk, beszélgettünk, szétrobogóztuk az egész szigetet, hát volt már sokféle megoldás. Mennyi időt van neked erre? Tehát egy évből mennyit időt... hajózom? Igen, tehát mennyi időt viszel az el, hogy te hát szerintem olyan 8-10 hetet hajózom kb. Egy évben. Kb. Jellemzően így nyáron? Nem. Hát télből is nyárba. Hát mondjuk az igaz, hogy ha délre mész, akkor ott... Hát vannak olyan helyek, amikor itt rossz idő van, és valahol jó idő van. Igen. Igen. Jó foglalkozásokat választottál te magadnak. Ez dobta a gép. Vagy választott neked a jóisten. Igen. De egyszer menjünk el hajózni. De szerintem jó dolog. Figyelj, most éppen ráérek. Igen, na, mikor megyünk? Éjszaka lehet indulni? Lehet, bármikor. Na, a hajózás például pont ilyen, hogy érted, ki vagyunk kötve valahol, és akkor mondják, figyeljetek, hát annyira derült az ég. Hát gyönyörű idő van. Ebben a tengerben kint ott úszkálnak a delfinek. Nem megyünk ki megnézni. De. Szum, abban a pillanatban hát farkötél eldob. Kimegyünk. De jó. És freedom. Meg beszélnék még, de hát lejárt az időnk. Pedig olyan, komolyan? Igen. Ugye, hogy elment egy óra? Durva, nagyon. De jó volt veled beszélgetni. Veled Zámbari is, Csabi, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Ciao. Ciao. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.